Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, diákokat, egykori diákokat. A mai alkalommal a 17. század színpompás, de véres világába fogunk kalandozni, ahol a barokk díszletei között megjelent az autonóm ember, ahogy Szerb Antal meghatározta. Az autonóm ember az, aki hisz abban, hogy az akarat erejével a jó sors érvényesülését biztosítani lehet. Mai hősünk, Zrínyi Miklós is azt a mottót választotta jelképesen saját sorsához. Sors bona nihil aliud, tehát jó szerencse, jó sors, semmi más. A fátum viszont, a végzet, amelyik az ember sorsában mindig ott fenyeget, az nem játszható ki. És ez a kettősség jellemzi Zrínyinek is az életpályáját. A mindenkori törekvés a jó sors érvényesüléséhez, a szerencse érvényesüléséhez, és közben a fátummal való szembenézés. Mondtam, hogy a barokk díszletei között fogunk mozogni. Először arról, mit jelent a barokk. A barokk egy ékszerművességből származó kifejezés, ami szabálytalan égköveket, vagy szabálytalan formájú különös köveket jelöltek ezzel a szóval, vagy akár kagylókat. És ez a szabálytalanság jellemző a 17. század művészetére is, ahol igyekeznek az antikvitás feltételezett szabályait kicsit oldani, az arányosságokat kicsit megbontani, és nagyon sok érzelmi töltést belevinni a különböző művészi formákba. Megjelenési formái közül az építészettel biztos már sokan találkoztatok. Az építészetben a monumentalitás és az illúziókeltés a barokk stílusnak a legjellemzőbb sajátosságai, és az, hogy dinamikus formákban jelennek meg a belső berendezések, mondjuk akár egy templomban. A minta az Il Gesù templom, amely Rómában található, és annak mintájára aztán sorban épülnek a templomok ebben a stílusban Európában. A másik látványos megjelenése a zenében történik a barokknak, Vivaldi, Bach és Händel műveiben, amelyekben a virtuozitás, a polifóniára törekvés az egyik meghatározó, és nagy, grandiózus kórusokkal, oratóriumokban, operákban egy színpompás zenei világot mutatnak meg. A központjai a barokk világnak elsősorban Itália, ahonnan szétsugárzik Európában, a következő Spanyolország és Portugália. Spanyolország és Portugália azért különleges ilyen szempontból, mert a trón és az oltár szövetségét látjuk a barokk megjelenésében is, és az abszolút királyi hatalomnak a katolikus egyházzal való összefonódását, és hát a katolikus egyház propagandájának, vallási propagandájának eszközeként is lehet a barokkról beszélni. Előképe ennek egy manierista művész, aki 1541-ben született és 1614-ben halt meg, ez El Greco, a görög, akinek festészetében már megjelennek azok a szimbólumok, amelyek a barokk vallásos érzést, a barokk vallásos ideológiát fogják közvetíteni. 1540-től a Jézus Társasága, a jezsuiták, Loyolai Ignácnak a rendje is bekapcsolódik ebbe a új lelkiséget, elmélyültebb vallási gyakorlatot közvetítő mozgalomba. Franciaország ebből a szempontból kivétel, hiszen Franciaországban az abszolút királyi hatalom, 14. Lajos elsősorban a klasszicizmus felé mozdul el, az lesz a hatalom önreprezentációjának a fő formája, erről majd más alkalommal lesz szó. És érdekes, hogy a barokknak van egy polgári változata is, ez Németalföld, ahol a feltörekvő polgárság is a barokknak az eszközeivel, szellemében fogalmazza meg saját helyét a világban.
Magyarország ebből a szempontból megint különleges helyzetben van, hiszen a török veszély árnyékában kell az országnak élnie, és Nyugat-Magyarországon, a Magyar Királyság területén sorra épülnek a baroknak a nyugat-magyarországi városokban meghatározó városképi elemekké váló palotái és templomai, ilyen Győr, ilyen Pozsony, de a környező városok mind. A mai témánk Zrínyi Miklós lesz, akinek a Szigeti Veszedelem című eposza a magyarországi barokk irodalomnak legnagyobb teljesítménye. Zrínyi Miklós családja horvát eredetű család volt, Nagy Lajostól kapták Zrín várát, erről lett aztán a család neve a Zrínyi, és végig nemzedékeken keresztül horvát bán tisztségében szolgálták a királyi hatalmat. Zrínyi Miklós is 1647-ben megkapta a horvát báni tisztséget, tehát személyében az ország védelmének, a déli határszakaszok védelmének egyik fontos szereplője lesz majd. Már 7 évesen elveszítette az édesapját, ezért II. Ferdinánd király utasítására egy gyámi tanács vállalta a nevelését, és Habsburg hű katolikus nevelést kapott. Tanítatásában Pázmány Péter, esztergomi érsek döntő szerepet játszott, és Nagyszombat, a Magyar Katolikus Egyház központja is meghatározó volt Zrínyi tanulmányai során. Poliglottá lett, több nyelven beszélő magyar főúr lett, a magyaron kívül a horvátot, a németet, a latint, de az olasz és a török nyelvet is bírta. Szoros kapcsolatban volt családi kapcsolatok révén a nyugat-magyarországi arisztokráciával, az Eszterháziakkal, a Batthyány családdal, és első felesége a Draskovics familiából származott, Draskovics Eusebia. Csáktornya volt a birtokainak központja, innen irányította a török elleni küzdelmeket is majd férfi korában, és mindvégig a Habsburg uralkodóktól várta azt a segítséget, ami a hatékony védekezést garantálhatta volna, de meg kellett tapasztalnia, hogy a birodalmi rendszer, a birodalmi szervezet nehezen mozdul, nem hajlandó a nemzeti érdekeket hangsúlyosan előtérbe állítani, itt konkrétan a nemzeti haderőnek a létrehozását, megszervezését segíteni. Legnagyobb csalódásai közé tartozott Zrínyinek, hogy 1655-ben joggal várta, hogy Magyarország nádorává őt fogják választani. Ez lett volna jó sorsnak egy bizonyítéka, de nem őt választották nádorrá, és ez csalódást keltett benne. Ennek ellenére hadtudományi munkáiban sorban feldolgozza azokat a kérdéseket, amelyek Magyarország felszabadítása szempontjából nagyon izgalmas kérdések. Ilyen például a Vitéz hadnagy című írása 1650-53 során született, vagy Mátyás király életéről való elmélkedések 1656-ból. Mátyás királyt nagy nemzeti előképnek tekintette, aki megteremtette a magyar nemzeti haderőt és a magyar nemzeti királyságnak a fényét emelte. És 1660-ban, amikor a török egy nagyon súlyos támadás sorozatban Nagyváradot is elfoglalja és igyekszik kiterjeszteni nyugat felé is a határokat, megszületik az Török áfium ellen való orvosság című munkája. A török áfium, a török ópium, tehát a kábítószer, a törökkel való kiegyezésnek a lehetetlenségéről és csapda jellegéről szól. 1664-ben aktívabban is fellép Zrínyi, és megszervezi az udvar tudtával a téli hadjáratát, amelyikben egészen az Eszéki hídig jut előre, és fel is gyújtja az Eszéki hidat 1664. februárjában, ami a török csapatok utánpótlásának a Balkánról egyik legfontosabb terep eleme volt. Ennek ellenére csalódottan kell tapasztalni, hogy 1664. augusztusában az udvar meghátrál, és a vasvári békével a status quo-t helyreállítja a törökökkel. Ez a csalódás nagyon megviselte Zrínyit, de igyekezett egy időre visszavonulni a magánélet sáncai mögé,
és ekkor történt az, ami máig a legnagyobb rejtélyei közé tartozik a magyar történelemnek. 1664. november 18-án egy vadászat rendezőjeként több úrnak a társaságában Csáktornya mellett kimentek az erdőbe, és ott egyik vendégével, Bethlen Miklóssal, aki Erdély egyik vezető főúri méltósága volt, vadásztak, és a vadászat végén történt egy tragikus dolog, amit Bethlen Miklós az önéletírásában a következőképpen ír meg. Hamar a hintót, oda az úr, menénk, amint a hintó nyargalhat, és osztán gyalog a sűrűbe B-futékén, hát ott fekszik, még a bal kezében, amint tetszett, a pulzus gyengén vert, de szeme sem volt nyitva, sem szólott, csak meghaladt. A fején három seb vala, egy bal felül, a fülén felül, a feje csontján ment csak el a kannak agyara, a homloka felé szakasztotta rúdtul a feje bőrit, más ugyan a bal fülén alól az orcáján, a szeme felé rúd szakasztás, de kettő semmi, hanem a harmadik, jobb felől, a fülén alól, a nyakacsigájánál ment B, és elé a torka felé ment, és a nyakra járó minden inakat ketté szakasztotta. Az ölte meg, a vére elmenvén. Fogók a testet, s amely kétfelé eresztős hintóban kimentünk volt, abból az üléseket kihányván, abban nyújtóztatók, és én az ablakban ülék és hazáig fejét, mejét tartottam. Így lön vége Zrínyi Miklósnak. Csoda, olyan vitéz, sem lőtt, sem vágott a kanhoz, Stutz, Spádé lévén nála. Nem értették a kortársak sem, hogy történhet ilyen fatális véletlen, ilyen fatális vadászbaleset, és máig tartják magukat azok a összeesküvés elméletek, hogy Bécs bérelte fel a vadkant erre a szörnyű tragédiára. Maga Zrínyi sokat foglalkozott a szerencse kérdésével, mint említettem, és a szigeti veszedelemnek a egyik legköltőibb és legszebb szakasza a harmadik énekben egy török ifjúnak az éneke, aki a szerencséről énekel, amit ha magához az ember oda tud kötözni, akkor a szerencse őt fogja szolgálni, és az akarata beteljesítheti a jó sorsot. Gyönyörű ez a dal, amit a török ifjú szájába ad, ajánlom figyelmükbe. Zrínyinek viszont az életében a nagy terveket rendszerint nagy szabású kudarcok kísérték, és tragikus halála is ezt a fátumot tárja elén. A szigeti veszedelem 1646-47 telén született, Obsidio Szigetiáné a címmel. És ha röviden akarnám a tárgyát összefoglalni, akkor arról szól, hogy miképp engesztelte ki a szigetvári Zrínyi Miklós a romlásnak indult magyaroknak haragvó istenét ősi önfeláldozásával. És akkor ezt be is lehetne fejezni az órát, de azért ennek a műnek olyan sok részlet, szépsége és elgondolkodtató felvetése van, hogy folytatom. Ez a szigeti veszedelem eposz. Az eposz a baroknak reprezentatív irodalmi műfaja volt, mert a heroikus életformát tudta irodalmilag kifejezni, ahogy Cervantal írta. Kötődik az antik hagyományokhoz is a barokk eposz, de kapcsolatban van a középkori lovagi epikus költészet örökségével és a keresztény világnézettel, amelyik meghatározó ebben az időszakban. Ajánlásában Zrínyi több szerzőt is felidéz, természetesen Homérusz és Virgilius, tehát Homéroszt és Vergiliuszt is említi, és tőlük több eposz elemet is átved, például a vezérek veszekedését, mint Homérosznál, ez Demirhám és Delimán a két török vezér veszekedésében olvasható, vagy például Zrínyinek a harci jeleneteit mitológiai sémák segítségével írja meg, de van egy nagyon fontos különbség, hogy ezek a mitológiai sémák, ezek megtelnek a személyes tapasztalatainval, hiszen ő maga a harctéren is találkozott
a háborúnak a hétköznapjaival. Tehát ettől hitelesebb és sokkal izgalmasabb az ő leírásai a különböző csata jelenetekben. A antik mitoszoknak a világát és a keresztény legendákat ötvözik például a 8. énekben a hajnal leírása, amelyik a másik gyönyörű költői részlete a Szigeti Veszedelemnek. A felkelő nap a hajnalnak a világát egyrészt úgy mutatja meg, mint amikor Hélios, napisten, lovas alakja jelenik meg a horizonton, a Bellerofontész vonásaival ruházza fel ezt az alakot, sárkányülő Szent György alakját idéző szavakkal beszélteti a hajnal, és még kis turbánt is visel a hajnal, ami jelző, hogy keletről támad. Olvasmányai voltak még Zrínyinek, mások is, például Tinódi Lantos Sebestyénnek a Históriás énekei, vagy ismerte Istvánfi Miklósnak, a 16. századi történetírónak latin nyelvű krónikáját, de voltak eposzok is, amelyek a barokkor meghatározó teljesítményei voltak, így például Torquato Tassónak a Megszabadított Jeruzsálem című eposza, vagy Ludovico Ariostónak az eposza, amelyben egy család, a Deste családnak a dicsősége áll az eposzi események középpontjában. Innen is vehette Zrínyi az ötletet, hogy saját dédapját, Zrínyi Miklóst is beállíthatja egy ilyen szerepbe. Vagy Giambattista Marino-nak a költeményei is ösztönözhették, akinél találkozhatott az Isten és Sátán közötti harcnak a fontosságával, ami az események hátterében húzódik meg, és Marinótól vehette a szerelmi szál beiktatását is az eposzba, ami Delimánnak és Kumillának a szerelmét a 12. énekben mutatja be. Szintén hathatott Zrínyire Niccolò Machiavellinek az elmélete is, aki azt írja a fejedelemről szóló könyvében, hogy az állam nem egy Istentől elrendelt, mozdíthatatlan rendszer, hanem egy olyan munka, egy olyan mű, amelyik az autonóm ember keze nyomán tud formálódni és változni, és ez a példa hatott Zrínyire, aki egy személyben volt reálpolitikus és idealista művész. A másik közvetlen hatás egy horvát szerzőnek a Históriás éneke, Kárnárutitnak a éneke, kiválóan beszélt Zrínyi Miklós horvátul, öccse Zrínyi Péter horvát nyelvű verseket írt, és a horvát költészetnek vált egy kortárs nagyságává. És még egy érdekesség, hogy Zrínyi nem is tagadja, hogy fabulákkal keveri a históriákat. Például horvát mintából vette át azt az elemet is, hogy Zrínyi keze által hal meg a szultán Szigetvár alatt, holott a történeti igazság az, hogy Szulejmán nem Zrínyi keze által halt meg, hanem természetes módon végelgyengülésben halt meg, és halálát egészen addig titkolták, amíg Konstantinápolyban néhány héttel később bejelentették. Szigetvár tehát a példa, az eposzi példa. Nyugaton is nagy híre volt ennek az 1566-os nagy győzelemnek, ami ugye 1566. augusztus 6-a és szeptember 6-a között egy hónapot foglal magába. Olyannyira, hogy még Richelieu bíboros is, a mindenható francia államminiszter is azt nyilatkozta, hogy csodára volt szükség, hogy a Habsburg birodalom fennmaradjon. Ez a csoda Szigetváron történt meg. Itt dőlt el a kérdés, hogy a kereszt uralkodik-e Európában, vagy a félhold. Szigetvár tehát egy európai hírt szerzett nagy összecsapás volt, és Zrínyi azért választotta ezt a csatát példaként, egyrészt mert családjának egyik őse volt a főhős, másrészt pedig jól példázta az, hogyha követjük ezt a mintát, akkor az összefogás a török kiűzéséhez vezethet, és a magyar nemességnek ajánlja éppen ezért munkáját. Az eposznak a szerkezeti jellemzőiről egy pár szót. 1566 sorból áll, ami utalás az ostrom évszámára is. Zrínyi sorban íródik,
ami azt jelenti, hogy ütem hangsúlyos 12-esekben írja a versét, ami nem mindig pontos, döcög néha, 18. századi szerzők finnyásan viszonyultak is ehhez, mert akkor már Gyöngyösi Istvánnak az eposz mintája volt a példa, a felező 12-esek szabályos használata, de ez Rinyinél nem probléma, a döcögős ritmus, hiszen annyira őszinte, annyira valószerű az, amit ír, hogy ez az olvasót tovább viszi a buktatókon. A Zrínyinek a katonái, akik ebben az eposzban megjelennek, ők a baroknak a hősei. Az ő jellemük alapja, amin a jellemük áll, az a szeretet. Keresztény vitéz harcosok, küldetéstudattal rendelkeznek, elkötelezettek a nemzeti ügy iránt, és még a mártíromságot is vállalják, ha szükséges. Ez a bizonyos atléta Christi, tehát a Krisztus vitéze, Krisztus atlétája szerepnek a felvállalása. Például a második énekben Zrínyi a feszület előtt imádkozik, és a következőt mondja. Uram, azt is látod, az pogán töröknek miként vásik foga az hitetlen ebnek, hogy miként árthasson keresztjéneknek, csak az szándékuk, miként törhessenek. Ne engedd meg, Uram, noha érdemlenénk, hogy haragod miatt földig törettetnénk, hogy azt te szent nevedet ők megnevetnék, mit tűlünk, te hol vagy, kevélyen kérdeznék. Mutasd meg őnékik, hogy te vagy nagy Isten, hogy te kívülötted máshon Isten nincsen, ki megyen utánad, nem jár sötétségben, hanem viszi utad az örök örömben. Ez a imitáció Kriszti, tehát a Krisztus követése, amiben Zrínyi azt kéri az Úrtól, hogy tisztítsa meg a bűnöktől, és ha szükséges, akkor a harcban vegye őt magához, és ez meg is történik, ez a felemeltetés, akkor maga Gábriel arkangyal viszi Zrínyi lelkét a mennybe, és a többi angyali légió pedig a többi hősnek a lelkét. Zrínyi nem csak vitéz keresztény harcosként mutatja be dédapját, Zrínyi Miklóst, hanem óvatos, bölcs hadvezérként is, és egy olyan lovagias arisztokrata férfiként, aki például a fogságában levő ellenséget is ajándékozó baráti szívvel fogadja, a fogja Ibrahim Bég, akit megvendégel a negyedik énekben, majdnem olyan ez, mint az antik mítoszok Xéniája, vendégjoga, bár ugye Ibrahim nem egy szívesen látott vendégként jelenik meg. Ezen kívül jó apa is, hiszen fiát már biztonságba helyezte, mert a jövőjét tartotta fontosnak, és körülötte is ilyen vitézek harcolnak, ilyen például Delivid, aki egy hősies, de fortélyos férfi, aki ráadásul végsőkig hűséges, de minden vitéze Farkasics, Juranics és Radivoj is ilyen harcosok, és hát Borbála alakjában, Delivid kedvese alakjában megjelenik a hűséges, hitves is. A szemben álló táborban Szolimánnak a katonái a barok antihősei, akiknek cselekedeteit a gyűlölet mozgatja. Szolimán például, Szulejmán szultán egy háborúban jártas despota, még halálakor is átkukkal az ajkán száll a pokolba. Delimán, a legnagyobb török harcos, egy határozott bátor férfi, de érzéki ember, akiben gyakran kevés erkölcsi erő van, és inkább a harag és a gyűlölség ragadja magával. Demirhám pedig, aki a másik félelmetes hadfi, egy féktelenül vad, bosszúszomjas vitéz, és Kumilla, aki Delimánnak a szerelme ebben az eposzban, ő pedig egyenesen egy démoni nő a történetben. A konfliktusok több szinten játszódnak az eposzban, a párbajok nem csak földön, hanem a természet feletti világban is jelen vannak. Földi szinten párbajozik például többször Delivid és Demirhám a 8.-11. énekben, és Zrínyi pedig Szulejmán ellen személyesen tör a 14. énekben is meg is gyilkolja. A párbajok természetfeletti szinten is zajlanak. Alderán pokoli segítői, amiket felidéz Demirhám testvére Alderán a pokolból, a menny angyalaival ütköznek meg. Ez Marino hatása is
lehetett. Az eposzi kellékek is szépen sorba vehetők a szigeti veszedelemben. Így kezdi az első énekez Rinyi. Én, az ki azelőtt ifjú elmével játszottam szerelemnek édes versével, küszködtem viola kegyetlenségével, mastanim már marsnak hangassabb versével, fegyvert s vitézt éneklek, török hatalmát, ki megmerte várni Szulimán haragját, ama nagy Szulimánnak hatalmas karját, az kinek Európa rettegte szabjáját. Fegyvert s vitézt énekelek, írja az Rinyi, arme virumque cano, írja Vergilius, a Éneiszben, tehát fegyvert s férfiút énekelek, ez az utalás is az antik példaképre szól. Van egy Deus ex machina is, amelyik szintén eposzi kellék a történetben, az égieknek a beavatkozása a földi eseményekbe. Isten az, aki felgerjeszti a budai pasát, Arszlán pasát a magyarok ellen Szigetvár megtámadására, és Szulejmánban is ő kelti fel a háborúnak a vágyát. Ez egy Deus ex machina, amiképpen majd a végén is Isten fogja a hősöket magához emelni. Az invokáció, tehát a segélykérés, az keresztény elvárás szerint ugye nem Kalliope, az epikus költészet múzsája, hanem Mária, Szűz Máriához szól, akit Magyarország védőszentjeként tiszteltek. A propozíció pedig, tehát a téma megjelölése az, hogy a török Isten akaratából hadat indít, hogy megbüntesse a megromlott magyarokat. Zrínyi, amikor a török egy megadási javaslattal keresi fel, akkor ő a hatodik énekben így válaszol erre a megadási felszólításra. Barátságomról is röviden felelek, soha töröknek barátja nem lehetek. Valameddig látom ő árt keresztjénnek, barátság, ártalom összve nem férhetnek. Tehát barátság és ártalom együtt nem működhet. Az enumeráció is jelen van az eposzi kellékek között, ez a seregszemle. Az első és az ötödik énekben, tehát a török hadsereg felvonulását mutatja be az első, és a magyar várvédőknek a világát mutatja be az ötödik énekben. És az ötödik ének azért is fontos, mert itt az magyar vitézek esküszövege is megtalálható. A várostromot pedig a hetedik és tizenharmadik ének során beszéli el. Ez egy remek késleltetés a szövegben, ahol a városom előtt több részepizód is gyönyörködteti az olvasót. Kevés epiteton ornans van a műben, tehát díszítő eposzi jelző, ilyen például Vitéz Farkasics, Szép Juranics, vagy Deli Víd. Zrínyinek a vitézi nagyságát, hiszen ő áll a középpontban mégis, a tizedik ének mutatja be, amikor Demirhámmal találkozik a csatában. Így szól. De Demirhám ront-bont, de veszti az népet, csak nem maga rontja keresztény sereget, ezt mikor meglátá szigetnek Hektora, két seregét magával gyorsan ragadja, vitéz Rini elől magam megyen vala, tündöklik fegyvere kezében szép dárda, röszkedtél le, Demirhám, mikor ezt láttad. Mintha Hektort látnánk magunk előtt, aki meglátja Achilleuszt és megdöbben annak nagyságától. Bármennyire nagy hősök is, bármennyire elszánt harcosok is, Zrínyi és katonái, a fátum, a végzet mégsem kerülhető ki, mégsem játszható ki a történelemben, és az ember egyéni sorsában sem, a barokk felfogás szerint. Itt a fátumot egy galamb posta szerencsétlensége jelzi, ez a 13. énekben található, és Tasszónál is van egy ilyen baleset. Kibocsátanak egy galambot a várból, amely segítséget szeretne ezzel az üzenetben a várvédőknek, de ez a galamb nem éri el a célt, így ír erről a 13. énekben Zrínyi. Azonban egy galamb szigetből röppenék, kanizsai fészekben eztet nevelték, ugyan szárnyaival oda igyekezék, azonban így véletlen dolog történék. Egy ráró magasból megszemlélé prédát, utána indítja két sebes sugárát, az haszontalannak véli csavargását, hát császár sátorában elrejti magát. Gyorsan sok bosztánci megfogják galambot, és eszekben vévék
egy kis papírosot, ezt Galamb szigetből szárnya alatt hozott, a császárhoz bevivék ezt az újságot. Ebben a levélben ugye a Galamb megijedt egy sólyomtól, és berepült a szultáni sátorba, és a szultáni testőrök elfogták, és a levél tartalma az volt, hogy Zrínyinek 500 katonája maradt, 25 ezer törököt megöltek már, de nem tudják két napnál tovább tartani magukat, és segítséget kérnek. Ez indítja fel Szulejmánt az utolsó ostrom elrendelésére. A Galambot meg elengedik, de persze a szabadon engedett Galambot kint megvárta a sólyom, tehát igazán nem úszta meg ezt a akaratlan árulását. A 14. énekben aztán a végső összecsapásban, amikor Alderaan felidézi a alvilágnak a szellemeit, Alderaan Demirhamnak a testvére, bátyja, varázsló, korán magyarázó férfi, egy igazi baba, tehát egy igazi vezér alkat, és ezek a pokoli erők a törökök oldalán indulnak ostromra, az utolsó rohamra, a mennyerői pedig Zrínyék mellett figyelik az eseményeket. A 15. énekben aztán megfogalmazható a mű alapeszmé, ami így szól. Mindenképpen próbál az Isten bennünket, valamint az ötvös tűzben aranyművet, és mivel hogy látja az mi hűségünket, égben szép koronát nékünk készítetett. Nem haragszik már ránk, mert itt büntetését megvette bűneinkért, és igaz törvényét bételjesítette. Most hűség érdemét az nagy mennyben készíti, és oda visz minket. Ne irtozzunk azért, mi halálra menni, mely örök örömre grádicsot fog adni. Ma vitézek éltünket el kell veszteni, s ma minden próbánkat lepecsételni. Mi vitézül éltünk, vitézül meghalljunk, egész ez világnak ezzel példát hagyjunk. Ma mi tisztességet nevünkre szállítunk, mai nap szépíti minden elmúlt dolgunk. Nem hurcol bennünket pogány ebb pórázon, nem visz minket császár kötve triumfusson, végső óránkon is az török romoljon, lássa keresztényjel, hogy az Isten vagyon. És a 15. énekben maga Zrínyi szájában is a következő Isten ítéletét közvetítő szavakat írja meg Zrínyi Miklós, ezzel szeretném befejezni. Vérszopó szelendek, világnak tolvaja, telhetetlenségednek eljutt órája, Isten bűneidet tovább nem bocsátja, el kell menned vén ebb örök kárhozatra. Így mondván, derekában ketté szakasztá, vérét és életét az földre bocsátta, átkozódván lelkét császár kiindítá, mely testét éltében oly kevélyen tartá. Ez volt vége az nagy Szulimán császárnak, ez az ő nagy híres hatalmasságának. Az Isten engedte gróf Zrínyi Miklósnak dicséretit ennek hatalmas próbának. Aztán janicsár golyóbisok, tehát janicsár puskalövedékek találják el Zrínyit, tehát közelében nem férhetett másik ember, és így hal meg. Gábriel arkangyal pedig felviszi a mennybe az ő lelkét. A perorációban, a berekeztésben Zrínyi büszkén összegzi munkáját. Véghöz vittem immár nagy hírű munkámat, melyet irigy üdő, sem víz el nem moshat, sem az ég haragja, sem vas el nem ronthat, sem az nagy ellenség, irigység nem árthat. Javaslom mindenkinek a mű elolvasását, mert egy nagyszerű példát kap a 17. századból arra, hogy milyen fontos a személyes érdekeknek a nemzet építésével való összehangolása, és a képességeink szerint a akaratunknak a legoptimálisabb mozgósítása a nemes célok elérésére. Köszönöm szépen a figyelmet!